következik a 21 gram. Előadja Sándor Szofi. Hiába van jegyem, nem tudom, mit tegyek. Mit tegyek? 21 gram, parányi lelkem, uralja testem. Az én bánatom, mint a tenger. Hol jársz, kedvesem? Hol jársz, kedvesem? Hol jársz, kedvesem? Hol jársz, kedvesem? 21 gram, mekkora egy vírus, hány gram, mégis elválaszt tőled engem. 21 gram, 21 gram, 21 gram a lelkem. Nincsen semmi, nincsen senki, ezer éve csak te vagy nekem. 21 gram, 21 gram, 21 gram a lelkem. Nincsen semmi, nincsen senki, ezer éve. Csak te vagy nekem, csak te vagy nekem, csak te vagy nekem. Szomorkodom az itt hagyott képedet. Tudod, te vagy a fény nekem, nélkül esőtétben égkedek. Kicsi kis vírus, szállj meg engem, tűnj el mentem. Szállj el csendesen, szállj el csendesen. Ha lehúnyom a szemem, évezre görögnek előttem. S fönt az égbe, ha felkerülsz, ott fent az égi párban. Ha lelkek ülnek a pultnál ruhátlan. Nincs veszteg zár, nincs veszteg zár. 21 gram, 21 gram, 21 gram a lelkem. Nincsen semmi, nincsen senki, ezer éve csak te vagy nekem. 21 gram, 21 gram, 21 gram a lelkem. Nincsen semmi, nincsen senki, ezer éve csak te vagy nekem. 21 gram a lelkem. Nincsen semmi, nincsen senki. 21 gram a lelkem. 21 gram. 21 gram. 21 gram. Ezer éve csak te vagy nekem. Sándor Szofi, hölgyek és uraim! Hát, Szofi, én teljesen el vagyok ájulva, az az igazság. 17 évesen ilyen dalokat írni. Én nem is tudom, mit csináltam 17 évesen, szerintem max a folyosón így kerestem a hölgyeknek a szemkontaktusát, de tényleg gratulálok, és kíváncsi vagyok a zsűri véleményére. Misi? Nagyon nehéz megszólalni. 17 évesen ilyen talentum, tehetség van a kezedben, hogy ilyen zenét írsz, ilyen szöveget írsz, és én azt gondolom, hogy nem fogok most túlzásukba esni, ha azt mondom, hogy te már most művész vagy. És ezt halál komolyan mondom. Köszönöm. És tudod, mi a roppant érdekes, hogy az utad elején vagy, és mégis olyan komolyságokat tudsz a papírra vetni, a kortársaid énekelnek a nagy semmiről. Tisztelt a kivétel, de egyszerűen olyan nyelvezettel, olyan dolgokat tesznek közre, ami nem jut el az emberhez. És jön egy kis törékeny 17 éves kislány, aki megfogalmazza úgy a bánatát, a szomorúságát, ami költői lesz. És hadd mondjak egy mondatot, ami engem teljesen letaglózott a szövegedből, föl is írtam. Ott fent az égi bárban a lelkek ülnek a pultnál ruhátlan. Mi van? Ilyen képet? Hát fantasztikus vagy. Köszönöm. Kati? Gratulálok. Amikor az előválogatón nagyon sok száz dalt hallgattuk, akkor amikor megszólalt a tied, akkor csönd lett. És végighallgattuk megdöbbenve a dalt, meg a szöveget, és aztán megláttuk, hogy te vagy
a szerző, dalszerző is, és a szövegíró is, akkor még nagyobb csönd lett. Ez az egész Covid helyzet mindenkinek belelépett az arcába, de én azt gondolom, hogy a kamaszokéban nagyon. És olyan nagyon sokan próbálták ezt megírni dalba. A mostani válogatón rengeteg olyan dal jött, akik próbálták leírni ezt a mélységet, próbálták leírni a fájdalmat, próbálták megzenésíteni azt, ami bennük van. Nem sikerült. Neked sikerült. És tudom, hogy voltak benne félre csúszkálások, és nagyon izgulhattál, és én is 17 évesen csúszlisztam a patakparton, körülbelül ez volt a komolyság bennem. Úgyhogy nagyon bátor vagy, hogy jöttél, és nagyon örülünk neki, és mindenféle kis bájával és rontásával együtt is megrázó volt a dalod. Köszönöm szépen. Hát én már majdnem biztos vagyok benne, hogy mik lesznek a pontok, de azért kezdjük Péterre. Én szeretnék 9 pontot adni erre az igazi 21. századi bluesra. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Misi? 9 pontot szeretnék. Nagyon köszönöm. Tati? Éljenek a fiatalok. 10. És Gyuri? A művész feladata nem kiszolgálni a világot, hanem beszélni róla, és ezt a 17 évesen ezt megcsináltad. Gratulálok, én 8 pontot adok. Gratulálok. Köszönöm. Wow, az 36 pont, ez zseniális. Köszönjük szépen, Sophie. És nyugodtan menj föl a páholyba, mert egy kicsit később beszélgetünk.